korábban már egy videóban megnéztük azt, hogy a mesterséges intelligencia mire képes, viszont tudtátok, hogy akár játékot is tud készíteni? Bizonyám, egy élő adásban megpróbáltam készíteni a ChatGPT 4-es verziójával egy játékot, és eléggé jó lett a végeredmény, ha érdekel, nézzetek meg a videót. Itt van a ChatGPT, és vettem egy plusz előfizetést, mert miért ne, és ki fogjuk próbálni azt, hogy mire képes, mindenféle dolgokat be fogunk írni, ami nektek eszetekbe jut, illetve nekem eszembe jut, és megnézzük, hogy mit sül ki belőle. Tehát a ChatGPT az tud bizonyos dolgokat csinálni, játékfejlesztés, weboldalkészítés, kérdések megválaszolása. Főleg most, hogy van nekem már GPT 4-hez hozzáférésem, meg tudjuk nézni, hogy ténylegesen mire jó. ChatGPT, mondja meg, te ki vagy. Hát a ChatGPT az nem Google. Ugye azt tudjuk, hogy a ChatGPT-nek nem nagyon van hozzáférése semmi olyan dologhoz, ami 2021. szeptembere után történt, mert addig van neki tudása, utána már semmit nem tud. Én meg akkor voltam úgy kb. 3000 feliratkozónál, szóval rólam nem nagyon tud. Viszont a Bing azt tud, úgyhogy ha beírom neki azt, hogy ki az a Neonity, akkor válaszol rá örömmel. Neonity egy magyar YouTube csatorna, amely technológiával, tippekkel és trükkökkel, utazással foglalkozik. A csatorna tulajdonos egy extension nevű Windows beállításokat, gondolom, módosító segédprogramot is készített. Amúgy a Neonity 2022. április 1-én egy Verza nevű operációs rendszert is bemutatott, de ez csak egy áprilisi tréfa volt. Let's go! Jobban tudja Bing, hogy ez egy áprilisi tréfa volt, mint a nézőim. A chaten megszavazta, hogy milyen játékot készítsünk el, a nyertes nem más lett, mint a Snake. Akkor megiratjuk vele a Snake-et, írd meg a Snake játékot JavaScript-ben. És én ebben egy sort nem akarok módosítani, hogyha hiba van, azt akarom, hogy ő javítsa. Nem fogok belejavítani. Na közben itt van, ezt be is írjuk a végére. Majd live server. Azt figyeld, van egy Snake-em! ChatGPT csinált nekem egy Snake-et! Let's go! Ted szebbé és modernebbé. De alapoknak így elsőnek, vagy semmit nem csináltam, csak mondtam, hogy írja meg. Ez egyébként nem rossz. Bootstrap-et fogunk használni. Komoly. Úgy néz ki, hogy a mesterséges intelligencia mégsem annyira hülye, mint hinnénk. Hát azért tud érdekes dolgokat alkotni. Tehát amikor nekem azt mondta, hogy Petőfi Sándor még él. Hát évet addig frissítjük. A CSS-t is átírjuk. Nem, mondtam, hogy én egy sorkódot nem akarok írni. Mi a teljes JavaScript kód? De nekem kelljen már kibogozni, hogy ezt hova rakom. És megírja nekem a frissített kódot. Hát ha tudok dölni. Na nézzük! Wow. Én voltam hülye, én csesztem el. Én számolja a pontszámot. Nem mondanám, hogy sokkal szebb lett, de egy Snake-et nem lehet ennél jobban megcsinálni. És ez szerintem jó. Kérnek, hogy legyen nagyobb. A pálya? Jó, most csak, hogy haladjunk, kicserélem neki. Ez teljesen játszható egyébként. Most csak kimásolom az AI-ból, annyit csinálok. Az egyetlen sor, amit átírtam, az ez, hogy ott legyen a GPT-4. És amikor a 3.5-tel akartam csinálni egy pár hónapja még Snake-et, akkor nem ment. Tehát hibás kódot írt, és bele kellett nyúlnom, hogy működjön eléggé durván. De ez, egy sort nem írtam. Amit a kígyóval fel kell venni, legyen helyette ott a logo.png. És azt majd behúzzuk neki a Neonity logót, ennyi könnyítést kap. És gyorsan Neonity logót lesz kérdelem valami, nem tudom, alacsonyabb felbontáson 32x. Az jó lesz, van egy ilyenem. Á, és ott a Neonity logó. De jó. Zöld helyett legyen szín átmenetes lila. Na ezzel kíváncsi leszek, mit kezd. Purple magenta gradient. Szoftverfejlesztők munkáját az AI elvenni? Hát valakinek az AI-t is fejlesztenie kell, vagy lesz olyan, hogy AI fejlesztő. Megdöglünk és működik a... Nem működik a legmagasabb pontszám. Észrevette a hibát. Cseréljem le. Még néhány apró módosítást elvégeztettem a ChatGPT-vel, és utána elkészült a végleges játék. Akkor a snake.neonity.hu-n ezt a játékot lehet is játszani, a csodálatos ChatGPT által készült Snake-et. Csináltunk egy játékot a ChatGPT-vel, amit szerintem teljesen játszható, élvezhető, működik. Legmagasabb pontokat írját, küldjétek be Discordra. Nem nagy cucc egy Snake, de szerintem egészen jól sikerült. Működik. Aki erről tud játszani, amúgy azt megtapsolom. Tehát picit lehetetlen az irányítás. Tehát ilyen ez a Snake amúgy. Ajajajaj. Hol van a pont? Ott van. Nem könnyű.
Ha szeretnéd te is kipróbálni ezt a játékot, a snake.naunity.hu weboldalon játszhatsz is vele, a legjobb eredményeket pedig küld be nyugodtan a Discord szerverem GPT Snake csatornájába. Ha szeretnél még hasonló videókat látni, akkor mindenki iratkozz fel és nyomja a videóra egy lájkot, és majd találkozunk egy következőben. Sziasztok!